Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás, amerikai gazdasági ügyekről fogunk beszélgetni, aminek azonban nem csak gazdasági következményei lehetnek. Az Egyesült Államok pénzügyminisztere azt mondta, hogy Amerika pár napra van attól, hogy csődbe menjen, és ez állítólag katasztrofális következményekkel járhat. Hogy mi ennek az oka, és tényleg van-e realitása annak, hogy Amerika csődbe mehet, erről fogunk beszélgetni Polczer István közgazdásszal, gazdasági szakértővel, aki itt van velünk a vonalban. Szervusz, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Szervusz Tamás, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat. Ugye az egész történet az adósságplafonnal van összefüggésben. Az ország már augusztusban elérte azt a plafont, ami tulajdonképpen az Egyesült Államok csődjét okozhatja. Te hogy látod, tényleg csődbe mehet az Egyesült Államok? Nagyon érdekes kérdés. Tipikusan azért egyáltalán nincs csőd hangulat a pénzpiacokon és a tőzsdéken. Ez most inkább egy elméleti veszélynek tűnik, aminek azért nincs okvetlenül nagyon nagy valós kockázata, de mindenképpen azért egy probléma, egy speciális probléma. Lehet, hogy egy pár szót ennek a hátteréről. Még az első világháború környékén hozták, abban az időszakban hozták azt a törvényt az Egyesült Államokban, hogy az adósság felvételét az akkori pénzügyminisztériumra, illetve a mindenkori pénzügyminisztériumra delegálták. Nyilván is sokkal hatékonyabban, gyorsabban történhetnek a dolgok, mint hogyha a kongresszuson keresztül, a törvényhozáson keresztül kell minden ilyen újabb adósságot engedélyezni. Tehát ez a törvény már több mint 100 éve életben van az Egyesült Államokban. Olyan kontrollt helyeztek a pénzügyminisztérium fölé és az eladósodás fölé, hogy a törvényhozás mindig megszab egy plafont, és nyilván ezen a plafonon belül kell maradni az adósságnak. Viszont ahogy nyilván nőtt az amerikai gazdaság, és ahogy azért egy évszázad alatt minden pénz, így azért a dollár is inflálódott valamennyit, illetve egy nagyobb, jóval nagyobb mennyiségű dollár van már forgalomban, mint mondjuk 100 éve volt, ezért tipikusan ezt a plafont is folyamatosan emelgetni kell. Ez nem egy olyan dolog, ami valamilyen kivételes lenne. A Trump éra alatt is történt, volt erre példa, sőt arra is, hogy e körül most már egyre inkább az utóbbi időszakban, az utóbbi 10-15 évben, amikor a plafont újra emelik, akkor általában ehhez elég komoly politikai csatározások kapcsolódnak. Itt ugye meg kell egyeznie mind a két pártnak, az éppen ellenzéken lévő és az éppen kormánypártnak az Egyesült Államokban, tehát republikánusoknak és demokratáknak, és nyilván ebből általában ezt mindegyik fél, különösen természetesen az ellenzékben lévő fél megpróbálja kimaxolni a pozícióját. Tehát itt egy nagyon komoly politikai háború is zajlik a háttérben. Vitákra már volt példa, ehhez a plafonhoz körülbelül 80-szor nyúltak már hozzá a törvény létrejötte óta, ugyanakkor arra, hogy Amerika csődbe ment volna, arra még nem. Tehát ez volt inkább a hosszabb válasz, a rövidebb válasz, hogy ennek nincs túl nagy esélye, túl nagy kockázata, de azért ott van a levegőben egy bizonytalansági tényezőként az elkövetkezendő napokra, hetekre nézve. De akkor mindig ott van a levegőben, amióta ezt a törvényt bevezették, hiszen ebben az esetben mindig meg kell emelni az adósságplafont, ha pedig így van, akkor mi értelme van egyáltalán ezt az egészet még tartani? Igen, ez is egy nagyon jó kérdés. Hát az ott van a levegőben, az nyilván arra vonatkozik, hogy tipikusan, amikor a plafont vagy befagyasztják, vagy megemelik, akkor az mindig egy adott időre, időszakra szól, tehát akkor mindig van egy pár éves lauf, amikor megvan az új sáv, és akkor azon belül az új plafon, és azon belül lehet gondolkodni, illetve költeni. Illetve tulajdonképpen, bár ez itt most már sajnos csak elméleti kérdés, akár az is előfordulhatna, vagy előfordulhatott volna, hogy az Egyesült Államok esetleg elkezdeni csökkenteni az adósságát. De különösen a 2008-as válság óta mind az USA-ban, mind az egész világon gyakorlatilag mindenki az adósságon keresztül próbálja kihúzni a gazdaságát a különféle válságokból, ugye a 2008-asból, illetve most a koronavírus válságból. Tehát visszatérve, azért ez nem azt jelenti, hogy mindig, mindenkor ott van ez a probléma, hanem tipikusan azokban az időszakokban, amikor ezt a plafont meg kell emelni, amikor gyakorlatilag elfogy a hely a plafon alatt. Ez azért tipikusan, amit említettem, egy pár évente elő szokott fordulni. Valóban ez egy jó kérdés, hogy el lehetne törölni ezt a szabályt. Nyilván itt tipikusan a mindenkori ellenzék mindig azért ebben ellenérdekelt, hiszen nekik ez egy politikai fegyvertény, hogy ezt gazdasági, pénzügypolitikai, vagy akár társadalompolitikai célok elérésére is tudják használni
ezt az alkupozíciójukat. Illetve nyilván Amerikában egy, mint ahogy Amerikának is talán a világon, legalábbis a nyugati világban talán az egyik legstabilabb az alkotmánya, ugyanúgy az amerikai jogrendszer is egy nagyon stabilnak tekinthető jogrendszer. Tehát ilyen szinten van egy viszonylag erős hagyomány tisztelet, tradíció tisztelet Amerikában, ez a társadalomnak szinte minden rétegét láthatja, akár nyilván, hogyha gondolunk például a bírói gyakorlatról is, a precedenseknek micsoda szerepe van, tehát egy precedens alapú jogrendszer van az USA-ban. Mondtad, hogy Amerika nem dolgozik azon, hogy ledolgozza az adósságát, hanem inkább hiteleket vesz fel. Hogy áll most az Egyesült Államoknak az eladósodása? Hát, amint említettem, ez elég látványosan növekedett az utóbbi, a 2008-as válság után különösen nagy lökést kapott az állami szövetségi szintű eladósodottság az Egyesült Államokban. Gyakorlatilag azóta bármilyen kormány volt hatalmon, ez az adósság szint, az adósság az növekedett Obama ír alatt is nagyon látványosan, aztán Trump is végül is hasonló módon az adóssághoz nyúlt, amikor szembesültek a koronavírus válsággal. Ez azt jelenti, hogy plusz hiteleket vett fel az Egyesült Államok? Gyakorlatilag folyamatosan igen, plusz hiteleket vesz fel az Egyesült Államok. Tipikusan itt lehet, hogy két dologról érdemes röviden beszélni. Az egyik, ezek az adósságplafonok, amikről most konkrétan beszélünk, azok konkrét összegek. Tehát ott meghatározott összegeket foglalnak törvénybe, és nyilván ezek a meghatározott összegek általában egy idő után elfogynak. Ugyanakkor az adósságot sokkal inkább perspektívájában, arányaiban szokták nézni, ami nagyon tipikus az államok, nemzetek esetén az a GDP-hez, tehát a gazdasági össztermékhez viszonyított adósságállomány. Ez is növekszik, tehát nem csak nominál értékben az amerikai adósság, hanem a gazdaság méretéhez viszonyítva is. Ugyanakkor, mivel ez az egész világon egy tipikus jelenség, így az USA azért nem lóg ki igazán a sorból. A nettó adósság állomány az olyan 110% alatt van valamivel az USA-ban. Van egy másik szám, a úgynevezett bruttó adósság állomány, ahol nézik például azt, hogy akár állami intézmények egymás közötti tartozásait is figyelembe veszik, ez a 125-130% körül van talán jelenleg. De például a csúcsot Japán tartja, ahol az adósságráta az már 250% fölött van a GDP-hez mérten. Tehát Amerika azért nem számít kimondottan eladósodottnak, bár az utóbbi időben, amint említettem, ez az adósságráta növekedett, és megelőzte az Európai Uniónak is, illetve az eurózónának is az adósságállományát, az amerikai adósság mennyisége. Ugyanakkor az amerikai gazdaság jelenlegi helyzete azért viszonylag jónak mondható. Tehát látványosan jön ki a gazdaság a válságból, ugye már elérte, már az első negyedében elérte a koronavírus előtti szinteket az amerikai gazdaság teljesítménye, ezzel valamelyest megelőzte az Európai Uniót is. Ugye Magyarország például, mi a második negyedében értük el ezt a szintet, de például az eurozóna az vérhetően csak az utolsó negyedében, vagy esetleg csak a jövő év elején fogja ezt elérni. Tehát Amerikában viszonylag erős, stabil és látványos a kilábalás, gazdasági, kimondottan súlyos gazdasági problémák, legalábbis rövid távú gazdasági problémák nincsenek, ezért is nem látni pánikot a tőzsdéken és a pénzpiacokon, tehát egyrészt viszonylag nyugodtak a befektetők és a szereplők, azt gondolják, hogy ennek a politikai játszmáknak előbb-utóbb pontot tesznek a végére, tehát előbb-utóbb ilyen vagy olyan módon, de megtalálják a megoldást az adósságplafon emelésére, megszületik az a kompromisszum, vagy esetleg valamilyen más módon a demokraták egy oldalról megoldják ezt, illetve másrészt, mivel nincs olyan nagyon komoly, rövidtávú gazdasági probléma, ezért nem lát senki okot a valós pánikra. A demokraták önmagukban is meg tudják oldani a republikánusok nélkül? Hát tipikusan itt, amint említettem, tipikusan erre egy konszenzus kellene, de van olyan kiskapu létezik, hogy most ugye több nagyobb törvényt szeretnének beterjeszteni, amelyek szintén nagyon komoly pénzügyi forrásokat fognak igényelni, részben az infrastruktúra fejlesztésére, részben pedig szociális programokra, óriási összegekről van szó, és van már olyan javaslat a háttérben, hogy esetleg valamelyik törvénybe bele fogják foglalni így indirekt módon ezt a megemelt adósságplafont, illetve
az adósságplafonhoz kapcsolódó részeket. Ezt ugyanakkor egyelőre most még el szeretnék kerülni, tehát a demokratáknak is sokkal jobban mutat, hogyha azt tudják mondani, hogy ez egy konszenzus volt, ez egy közös megegyezés volt az adósságplafonról. Tehát nem el szeretnék azt kerülni, hogy a másik fél rájuk tudja, hogy így mondjam, kenni, vagy rájuk tudjuk mutogatni, hogy lám-lám, ti adósítjátok el Amerikát, ti emeltétek meg újra az adósságplafont. Kiktől veszik fel ezeket a pénzeket az egyes országok? Ezen mindig sokat gondolkodtam, hogy melyek azok a bankok, amelyeknek több pénzük van, mint az egyes országoknak, és kik azok, akik így hiteleznek országoknak? Hát itt egy nagyon széles körről van szó. Ami tipikusan az egyes országok, államok adósságánál meg szoktak nézni, hogy mekkora része van az adósságnak hazai kézben, és mekkora része van külföldi kézben. Ugyanis lehet, hogy ez talán kissé meglepő, de nagyon gyakran az államnak az adóssága, nagyon gyakran egy akár nagyobb mértékben, vagy akár egész nagy mértékben hazai kézen van. Ez történik egyébként az Egyesült Államokban is, tehát tulajdonképpen az amerikai szövetségi kormánynak a legnagyobb hitelezői azok amerikai intézmények. Ez a Jobbik verzió, nem? Ez a Jobbik verzió, igen, egyébként érdekes módon ugye Magyarországnak a 2008-as válság után ez volt az egyik nagy tanulság, amikor így emlékeztünk, hogy egyrészt ugye a svájci frank hitelezésbe szakadt, illetve Magyarországon akkoriban viszonylag magas volt, mind a deviza alapú adósság, tehát amikor nem forintba voltunk eladósodva, illetve viszonylag magas volt a külföldieknek is a részaránya. Pontosan egy válság esetén azt tapasztalható, az látszik, hogy jóval stabilabb, jóval nyugodtabban tud egy adott kormány dönteni, kormányozni, hogyha kevésbé van kiszolgáltatva a külföldieknek, külföldi szereplőknek, hiszen azok nagyon gyorsan tudnak dönteni, hogyha azt látják, hogy probléma van, őket nem köti semmi az adott országhoz, átviszik a pénzt egy másik helyre, valamilyen nyugodtabb környezetbe, vagy biztonságosabb területre, vagy éppen hazaviszik a pénzüket. Viszont nyilván ez már nem mondható el az adott országnak az állampolgárairól, vállalatairól, vállalkozásairól, nyugdíjalapjairól, hiszen ők mindenképpen fizikálisan is, és minden szinten ahhoz az országhoz vannak kötve. Tehát tipikusan a saját kézben, tehát a saját állampolgárok, illetve vállalkozások kezében lévő adósság az jóval, jóval stabilabb és biztonságosabb. De amikor a hazai emberekre támaszkodnak, ekkor történik az, hogy kötvényeket bocsájtanak ki? Tulajdonképpen, igen, bár ez a kötvény szó, ez nem limitált okvetően a hazai emberekre, de valóban Magyarországon, most ugye egy rövid magyar példa, de aztán kanyarodjunk vissza az USA-ba. Tehát itt is a kormánynak egy meghatározott programjává vált, hogy mind a lakosságot jobban bevonja az államfinanszírozásába. Talán ez a leglátványosabb ugye egy állampolgár számára, kijöttek a lakosság számára, a kimondottan a lakosság számára forgalmazott államkötvények, amelyek tipikusan magasabb kamatot biztosítottak. A banki kamatoknál mindenképpen, illetve nagyon sikeres az inflációt valamilyen módon meghaladó kamatokat biztosító kötvényeknek a jelzése, illetve ezeknek a forgalmazása. És ez valóban meg is tette a hatását, elég jelentősen nőtt Magyarországon is mind a lakosságnak, mind a magyar kézben lévő adósságállománynak a növekedése. Ugyanakkor, tehát visszatérve az USA-ra, tehát tipikusan ott is nagyrészt amerikai szereplők birtokolják az amerikai adósságot, ugyanakkor vannak nagyobb nemzetközi szereplők is. Tehát a toppon a japánok és a kínaiak vannak, közel hasonló, bár Japán még egyelőre nagyobb mennyiségű amerikai állampapírt, amerikai államadósságot, államkötvényt tart kézben, mint Kína, de Kína is nagyon feljött az utóbbi időben. Viszont ők még mindig viszonylag kis tényezőnek számítanak. Tehát például Kínának a teljes amerikai adósságból való részesedése olyan 3-5% körül van. Tehát szoktak ilyen legendák is talán keringeni, hogy Kína kezében van Amerika adóssága. Azért ez mondjuk annak ellenére, hogy nominálisan nagy összegekről van szó arányaiban, ezek még jelenleg nem olyan jelentősek. Elmondhatjuk akkor, hogy kezelhetők ezek az adósságok. Kezelhetők, hiszen Amerikára még mindig egy nagyon biztos pontként tekintenek a befektetők.
Tehát Amerikáról nyilván ki is alakult, ez is egy, már egy ilyen történelmi hagyomány, hogy Amerika és az amerikai dollár azok ilyen meghatározó. Általában, hogyha a világban valahol gond van, akkor nagyon gyakran a befektetők, a nemzetközi befektetők amerikai dollárba menekülnek, hiszen az egy stabil pont. Ugye azt a két világháborút is a múlt évszázadban olyan szempontból megúszta, hogy nem a saját területén, nem voltak harcok. Tehát egy nagy országról, egy viszonylag biztonságos országról van szó, és egy erős biztonságos gazdaságról. Ugyanakkor nyilván hosszú távon azért lehetnek nagyon komoly problémák, lehet, hogy ez inkább majd egy másik adásra tartozna, de rövid távon szerencsére azért viszonylag stabil. Erről a stabilitásról most is kijelenthetjük, hogy a jelenleg az amerikai gazdaság egy viszonylag stabil helyzetben van. Mennyire van kitéve a világ többi országa az amerikai gazdaságnak, és mondtad, hogy egy másik adást megérne az, hogy mik a töréspontok vagy a nehézségek Amerika esetében, de mi történik akkor, ha mondjuk egyszer csődbe megy Amerika, bezuhan a dollár, vagy valami, az hogyan hat a többi országnak a gazdaságára? Hát amennyiben egy valós csődről beszélünk, tehát nem okvetlenül csak egy ilyen technikai játszmát, mint amit ugye most említettem, kicsit ez a csőddel való fenyegetés, hogy megemelik az adósságplafont vagy sem, de már akkor is, hogyha ezt a problémát akár nem tudnák megoldani, vagy egyéb más súlyos problémák, amik esetleg már a háttérben ott vannak, azok előtérbe kerülnének. Annyira össze van kapcsolva a világ, és Amerika ugye nyilván jelenleg is a világ legnagyobb gazdasága, vagy jelenleg még mindenképpen a világ legnagyobb gazdasága az amerikai dollárra legmeghatározóbb, legjelentősebb deviza a világkereskedelemben az egész világon. Amerikának az összeomlása, bezuhanása az egy olyan járványt indít el, amivel szemben nem lehet védekezni. Tehát ez egy nagyon komoly sokkot okoz az egész világban. De itt például csődbe mehetnek akkor más országok Amerika miatt, ha mondjuk a dollár összeomlik? Akár ez is előfordulhat. Nyilván, hogyha a dollárban megrendül a bizalom, ez olyan, hogy akkor gyakorlatilag ennek a modern pénzügyi rendszernek az alapjaiban rendül meg a bizalom. A bizalom megrendülése valóban azt jelenti, hogy a pénzek elkezdenek menekülni, elképzelhető, hogy arany vagy egyéb más pontokat találnának, vagy ilyen úgynevezett széfhévenöket, tehát ilyen kikötőket találnának maguknak, és gyakorlatilag mindenki ózkodik. Egyrészt ez egy, általában ilyenkor mindig van egy óriási bizonytalanság, senki nem tudja pontosan, hogy milyen reakciók lesznek még, pontosan mik lesznek a tovagyűrűző hatások, pontosan ezek miatt a nagyon bonyolult gazdasági pénzügyi összefüggések miatt. Nyilván, hogyha más országoknak is lejáró adósságuk van, amelyet szeretnének megújítani, egy ilyen környezetben, hogyha Amerikában államcsőd volt, vagy államcsőd lenne, annyira felmenne a pénznek az értéke, hogy meg egyáltalán kockázati szempontból elképzelhető, hogy nem is lenne már más, aki, hogyha az amerikai adósságot nem újítják meg, vagy elfogy a pénz amerikai hitelezésére, akkor nagyon gyorsan elfogyna a pénz más, főleg gyengébb, kisebb nemzeteknek, országoknak a hitelezésére is. Tehát ez egy nagyon súlyos finanszírozási pénzügyi válságot indítana el az egész világon, az biztos. Viszont elmondhatjuk, hogy Amerika esetében ez inkább politikai lenne, mint valós gazdasági csőd, nem? Ebben az esetben is látjuk, hogy gyakorlatilag egy törvényi módosítás kellene ahhoz, hogy tényleg meg lehessen akadályozni azt, hogy az államcsődnek a fogalma akár szóba kerüljön. Így van, tipikusan azért mindenki bizakodó hangot ütött meg, tehát mind a pénzügyminiszter Janet Yellen arról beszélt az utóbbi napokban, hogy meg van győződve arról, hogy megszületik a megoldás. Ugyanakkor azért egy kitért mondattal arra is figyelmeztetett, hogy mert amennyiben nem, akkor annak nagyon súlyos, nagyon komoly következményei lennének. A Fed, az amerikai jegybank vezetője is arról beszélt, hogy a jegybank azért nem fog képes lenni csodákat tenni, tehát amennyiben nem születik meg az adósságplafonról a megállapodás, akkor az egy nagyon komoly helyzetet jelent, amelyben a jegybanknak is nagyon limitáltak a lehetőségei arra, hogy segítsen vagy beavatkozzon. Mi a helyzet Kínával? Kínának érdeke, hogy csődbe menjen az Egyesült Államok, és tud olyan eszközökkel élni, aminek köszönhetően ez akár meg is történhet, vagy ha nem is megy csődbe, még nehezebb pénzügyi helyzetbe kerül? Kína és az USA között van egy világos vetélkedés, gazdasági vetélkedés, de pontosan mivel ez a két
hatalmas ország, globális, meghatározó globális gazdasági erővel bíró nemzet olyan súllyal, olyan szinten vannak kitéve egymásnak, annyira, annyira mélyen kapcsolódik, most már egymáshoz integrálódik a kínai és az amerikai gazdaság, illetve ezek körkörösen az egész világgazdaság, ahogy integrálódnak, így egy ilyen szintű államcsőd, ez Kínának sem lenne most érdeke, az biztos. Tehát az egy ilyen problémát Kína sem úszna meg. Ezt a vetélkedést inkább mindig a másik gyengítésére, vagy a másik pozícióinak a visszaszorítására próbálják irányítani, vagy próbálják erre próbálnak fókuszálni, vagy erre próbálják ezt korlátozni. Egy ilyen szintű, egy teljes államcsőd, ez nem lenne most érdeke Kínának sem. És akkor beszéljünk egy kicsit magáról a hitelről. Lehet hitel nélkül egyáltalán egy ország működő képességét garantálni, vagy az elengedhetetlen? Hát abban a globalista világgazdasági modellben, amelyben élünk, az utóbbi évtizedek tapasztalatai azt mutatják, hogy a hitel az egy ilyen elengedhetetlen, megkerülhetetlen csodafegyverré vált. A hitel nélkül, és ráadásul nem csak a hitel, hanem most már sajnos inkább azt is kell, hogy mondjam, hogy ráadásul az eladósodottság növekedése is. Tehát egyszerűen nem is az, hogy ugyanazokon a hitelszinteken élünk, mint mondjuk 10-20-30 éve, csak ezeket éppen nem tudjuk ledolgozni, hanem a világ egyre eladósodottabb évről évre, évtizedről évtizedre, így mondanám, mert néha lehet, hogy rövid távon esetleg vannak pozitívabb időszakok, de úgy tűnik, hogy a hitelt, tehát inkább a hitelnek nem is okvetlenül most már az a cél, hogy esetleg a hitel nélkül kellene élni, hanem hogy ez a hitelezés, a hitel mennyisége, összege az egy menedzselhető dolog legyen, egy kezelhető dolog legyen az adott nemzetállamok, az adott gazdaságok számára. De olyat is látjuk, hogy nem tudták fizetni a hitelt, és akkor még inkább eladósodtak, mert hitelből fizették a hitelt. És ennél érzem egy kicsit úgy, hogy ennek nem is gazdasági pusztán a célja, hanem politikai függés. Most ugye az Európai Uniós nagy hitel kapcsán is látjuk, hogy akik azokat felveszik, utána már nagyon nehezen tudnak például bármikor is kilépni az Európai Unióból. Tehát nyilván ugye a politikai függés az igen erősen összekapcsol, illetve a pénzügyi gazdasági függés az nagyon összekapcsolódik a politikai társadalmi függéssel. És ugye mi is most úgy emblok az Egyesült Államokról beszélünk, az 50 szövetségi állam ugyanúgy össze van kapcsolva, tehát hogyha a szövetségi szinten probléma van ott, akkor az adott államok ebből biztos, hogy nagyon komolyan részesülni fognak, tehát nem tudják megúszni. Tehát ahol ugye egy pénz van, egy központi gazdálkodás, vagy meghatározó gazdálkodási irány, meghatározó pénzügypolitika, ott akkor az adott államok is össze vannak ebben kapcsolva, akár jó esetén, akár együtt nevetnek, de ha probléma van, akkor pedig együtt sírnak. És ez természetesen igaz az Európai Unión belül az eurozónára is, és nyilván valamilyen módon az Európai Unióra is. Tehát ennek biztos, hogy nagyon komoly veszélye is vannak, hogy ezek az egyébként függetlenebb államok a közös hitelfelvétel előszek kapcsolódnak. A politikától meg valóban több szempontból is elválaszthatatlan a gazdaság, hiszen azért ezt az eladósodottságot elég gyakran a politika indítja, a politika generálja. Tehát Amerikában is most, amit ugye Biden szeretne egy 3,5 ezer milliárdos csomagot elfogadtatni, amely szociális célokat szolgálna. Tehát nyilván ennek nagyon komoly társadalmi, politikai üzenete, céljai vannak. Tehát az adósság és a politikai és a társadalmi célok nem választhatóak el egymástól. Ugye tipikusan az államok is a választások idején, ugye a modern demokráciában rendszeresen választások vannak, a tipikus kérdés, hogy jobban élünk-e, mint x éve, mint 4 éve, mikor a legutóbbi választás volt. És hogyha az a válasz, hogy nem, akkor nagyon kevés esélye van az adott kormánynak. Amennyiben viszont az a válasz, hogy jobban élünk, sokkal jobban élünk, akkor jóval nagyobb az esélye, hogy bizalmat szavaznak újra annak a politikai erőnek. És hogy így mondjam, valamilyen módon ez egy kicsit, ez egy durva szó, hogy a szavazatok megvásárlása, de a pénz, az eladósodottság, a pénzeknek a szétosztása, elosztása, társadalomba való beforgatása, az mindenképpen valamilyen módon egy politikai stabilitást is, és szavazatokat is, szavazatok tömegeit hozzá egy adott politikai erőnek. Na akkor végezetül ez a kérdésem. Szerinted jobb a helyzet gazdasági értelemben most az USA-ban? Bidennek köszönhetően jobban élnek az amerikai emberek?
Erre azért áll nehéz egy röviden válaszolni, mert egy elég összetett dologról van szó, amihez nem okvetlenül csak Bidennek van köze. Nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz a koronavírus járvánnyal, hogy magunk mögött tudhatjuk-e, illetve Amerika is maga mögött tudhatja-e. Amennyiben igen, akkor előbb-utóbb azért a válasz vélhetően az lesz, hogy jobban élnek az emberek, hiszen azokat a hatalmas mentőcsomagokat, amelyek ezek az államok felvettek, akár az USA, akár Európa, annak egy jó része azért eljutott az állampolgárokhoz is. Most jelenleg még ugye Amerika, mint már mondtam, ők már gazdaságilag elérték a Covid előtti szinteket, tehát tipikusan gazdasági téren ennek az adósságnak valóban van egy ilyen szerepe, hogy az emberek azt fogják mondani, ha nem is most, még talán most nem, illetve Amerikában azért nagyon komoly politikai problémák is vannak most, de hogy valamivel talán már jobban élnek. Nagyon érdekes, hogy az életszínvonal egyre növekszik, az infláció is egyre növekszik, de az embereknek az életkörülményeinél látjuk, hogy egyre minőségibb életet élnek, nem biztos, hogy 4 évvel ezelőtthöz képest, lehet, hogy 2 évvel ezelőtthöz képest is. Ez pontosan a hitel miatt van így, vagy magától is pörög a gazdaság előre, még egy olyan nehéz időszakban is, mint a koronavírus járvány? Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és szerintem a lényegre tapint, hogyha ezek a hitelek, ezek a mentőcsomagok nem lettek volna felvéve, beinjekciózva a gazdaságba, akkor én biztos vagyok benne, hogy sokkal rosszabb képet látnánk magunk körül a társadalomban, Magyarországon, de nem csak Magyarországon, hanem egész Európában és az Egyesült Államokban is. Tehát az, hogy a gazdaságok ilyen gyorsan térnek vissza a válság előtti szintekre, ennyire javuló mutatókat tudnak felmutatni, hogy ennyire gyorsan tudják felszívni újra a munkaerőt, tehát amivel már Magyarországon is találkozunk, hogy újra munkaerőhiány van, amikor még a Covid idején ugye óriási probléma volt, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik elvesztették a foglalkoztatásukat. Ez azért mind ennek a hátterében, mind a hitelnek a felpörgető, gazdaságot felpörgető helye van. Tehát tipikusan általában ez húzza felfelé a társadalmakat, ugyanakkor olyan szempontból a hitel sem egy tökéletes csodafegyver, részben, hogy ezeket előbb-utóbb majd vissza kell fizetni, ha nem ennek a generációnak, akkor a következő generációnak, de van, akinek majd meg kell találni erre a módját. De ezt nem lehet örökké húzni? Mert mindig azt mondják, hogy majd a következő generációk megfizetik. Elvileg mi most azt fizetjük, amit a nagyszüleink felvettek, gyakorlatilag meg mi is veszünk fel hiteleket az unokáinknak. Szóval nem lehet ez egy ilyen soha véget nem érő történet, és minden generáció jól él, aztán majd valahogy lesz. Egyébként erre is vannak már elméletek, és ebben is van valamennyi igazság, amit így említesz. Most jelenleg egyébként a világ valóban ebben az irányban megy inkább, hogy inkább adósodjunk el, éljünk jobban, ez a generáció is, illetve az induló generáció is, és akkor majd a hosszabb távú problémákat meg majd oldja meg a következő generáció. Előbb-utóbb ezeket a hiteleket vissza kellene fizetni, de amennyiben az egész gazdasági pénzügyi világrend erre a hitelre alapozódik, akkor valóban itt azért már kitalálták a módját, hogy hogyan lehet időt vásárolni, illetve nagyon sokan néznek mostanában Japánra, talán csak röviden említettük, hogy ott a legmagasabb az eladósodottságnak a szintje. Japán azért van ennek ellenére egy nagyon biztonságos helyzetben, mert egyrészt ott a japán eladósodottság japán kezekben van, másrészt ráadásul azon belül is a jegybank kezében. Hogyha pedig a jegybank vásárolja meg az államkötvényeket, az államnak a hiteleit, akkor gyakorlatilag a jegybank válik az állam finanszírozójává, és mivel a jegybank azért nem választható el magától, hogy az adott államtól, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az állam egyik része finanszírozza az államot, az állam másik részét. Tehát vannak olyan modellek és olyan gondolkodás, amit említettem, hogy amennyiben a jegybankok elkezdenék még nagyobb mértékben felvásárolni az állami hiteleket, akkor ez valamilyen módon megoldást jelenthet az eladósodottságra, vagy az eladósodottság szintjeire. Egyébként ezzel az amerikai jegybank is él, tehát az amerikai jegybanknak is nagyon felduzzadt az eszközállománya, nagyon sok hitelt, megtestesítő értékpapírt, államkötvényt is vásároltak a 2008-as válság óta és az utóbbi időszakban is. Tehát vannak erre modellek és elképzelések, de hogy ez a gyakorlatban tud-e működni, azért az egy nagy kérdés.
Ugye a piramis játékok is úgy működnek, hogy egy darabig nagyon hatékonyak, viszont egy idő után, amikor elfogy a levegő, akkor van egy nagy bezuhanás. Tehát ez egy kicsit, talán egy icipicit van egy párhuzam ezzel, hogy ha folyamatosan hitelből megyünk előre, hogy megúszható-e az, hogy egy idő után legyen egy nagyon nagy bezuhanás. Ez nem ennek az évnek a problémája, tehát ez nem egy nagyon rövid távú probléma, de hosszabb távon ez egyre inkább ott van ez a felhő fölöttünk. Polter István, köszönjük szépen! Köszönöm én is! Üdvözlöm a hallgatókat!